2006-ban én végigmentem a Camino-n. Amikor megérkezel az úti célhoz, Santiago, vagy Finisterre, vagy Muxia, akkor igazából ott kezdődik az út. Na most én inkább azt mondanám, hogy ez most egy ilyen útkezdés, egy ilyen, már megvannak a tervek, már megvan a cél, hogy hova kellene eljutni, megvan minden készség és adottság hozzá. Ebben a Joyful Hungary kezdeményezésben tulajdonképpen minden adott hozzá, hogy sikeres legyen. Mert most már az embereknek tényleg egymásra kell figyelni. Én középiskolában énekzene tagozatra jártam, és kórusban énekeltem, és többek között gospelt is énekeltünk. És ott nem volt meg a mögöttes töltés. Szép hangok énekeltek, már akkor is valami, a gospel maga nagyon monumentális, borzasztó erőt ad. Ha ez még pluszba ehhez az járul, hogy mögöttes töltéssel is tudja az ember ezt előadni, átadni, akkor sokkal tartalmasabb lehet. Lesz 2020-ig sok különböző fórum, rendezvény, ahova el lehet látogatni. És én arra kérem az embereket, hogy csak jöjjenek el, és kóstoljanak bele, találkozzanak velük egyivású emberekkel, és ez a borzasztó erő, ez az együtt akarás, egyfelé nézés, ez vinni fogja előre ezt a dolgot. Én ebben hiszek. Regisztrálj te is! www.joyfulhungary.com